Szibériai szigmalamutok és szamojédok kusztaszánok teljesítették a Tusnád fürdő határában kijelölt versenypályát. A pálya az hosszú és nehéz, jó nagy hó van, helyenként métresnél több. Kellett vigyázni, hogy az útról még véletlenül is elépünk, akkor derékig el lehet ezt süllyedni. 22 csapat vett részt a megmérettetésen. Voltak 2, 4 és 6 kutyás fogatok is. A kutyafogathajtók többsége kedvelésből űzi ezt a sportot. Hát elfáradtunk, főleg én, a kutyák nem annyira igazából, hanem az ő kondíciójuk jobb, mint az enyém. De az a helyzet, hogy mély a hó helyenként, a kutyák még elmennek a tetején, de egy nagyobb ember, mint én, az esüllyed. A kétnapos verseny iránt nagy volt az érdeklődés. Brassóból, Sepsiszentgyörgyől és Csíkszeredából családok is jöttek kutyafogatókat nézni. Kíváncsiak voltunk a versenyre. Szerettük volna látni, hogy indulnak, hogy érkeznek. Ennyi. Tetszik? Nagyon, nagyon. A szervezők célja nem csak a sportág népszerűsítése volt, hanem a turizmus fellendítése is. Próbálunk hozzájárulni a helyi turizmus fejlődéséhez is, aminek most már kezd eredmény jelenni. Tehát vannak turisták, akik ezért jönnek, hogy megnézik ezt a kutyafogathajtó versenyt, ez is a célóink közé tartozik. Székelyföldön, Borszéken és Gyilkostonál már 8 éve szerveznek ilyen versenyeket. A nyertesek nemzetközi megmérettetésen vesznek részt.